adás témája, Sri Bhagava Maharshi Atma Vicharájának a nagyon rövid és vázlatos bemutatása. Sri Ramana a 20. század talán legjelentősebb tanítója volt, és ugyanakkor ennél jóval több. Dél-indiai szent, akinek a léte a szentségen messze túlmutat, bizonyos értelemben magát a tisztosságot reprezentálja mai számunkra, és aki egyúttal egy olyan utat adott számunkra, amely követhető. Természetesen ebben az esetben is feltételek sokaságát kell ahhoz teljesíteni egyénenként az embernek, hogy az útja követhetőnek legyen mondható, de általánosságban azt lehet róla mondani, különösképpen a többi út vonatkozásában és viszonylatában, hogy követhető utat adott számunkra, és mindazok számára, akik a tanításaival megismerkedtek. Nem volt tanító a szónak abban az értelmében, hogy nem adott elő, nem tartott előadásokat, könyveket sem igazán írt. Nem az írás és nem az előadás volt az ő útja. Másfajta módon tanított. Nekünk azonban most az előadás, és általában is az előadás és az írás keretei között kell mozognunk. Úgyhogy ilyen keretek között ennyire eltérő, az ő útjához képest eltérő keretek között kellene nagyon röviden vázolnunk azt, amit az Atma Vicara alatt ő tanított. Azok az életmódbeli és körülményekbeli sajátosságok egyébként, amiben ő az életét élte, és amiben a tanításai elhangzottak, illetve azok a mai megnyilvánulásbeli, spirituális megnyilvánulásbeli keretek, amiket ismerünk, például az előadás és az írás, hogy ezek nagy mértékben eltérőek, ezek a lényeg szempontjából nem sokat jelent. Elképzelhető, hogyha 50 évvel később mai körülmények között élne, élt volna, akkor ő is ezek felé, formák felé fordult volna. Akkor ezt nem tartotta szükségesnek, és mi ezt tiszteletben tartjuk, és ennek a jelentőségét látjuk. Maga a vicsára szó többféleképpen fordítható magyarra. Jelent kutatást, gondolkozást felülelő, de gondolkozáson túlmutató vizsgálódást, konszidereációt. Tehát röviden az Atma Vicharát egyszerűen önkutatásként fordíthatjuk, önvizsgálatként, az önvalóra irányuló vizsgálódásként értelmezhetjük, hozzátéve azt, hogy itt egy olyan vizsgálódásról van szó, ami gondolkozáson túlmutató. Magában foglalja a gondolkozást, nagyon erőteljesen, de túlmutat azon. Minden a buddhizmusban, minden hinduizmusban, a magasabb szintű hinduizmusban a szamádinak nevezett állapotokat bevezet egy négyes állapotsor, ami nagy mértékben hasonló, mint a két egyébként jelentősen eltérő tradíció esetében. A buddhizmus esetében ez a következő négyesség: vitárka, vicsára, piti és szúkha. A vitárkát sokkal inkább fordíthatjuk gondolkozásnak, mentális megfogalmazások sorozatának, mentális megfontolások sorozatának, mint a vicsárát. A vicsár egy, ebben a négyes sorozatban is egy következő szint, ami miután teljesítetté vált a vitárkának a szintje, vagyis az a szint, ami a gondolkozással szorosabb kapcsolatban áll, akkor valósul meg. Ezt követi a piti, amit általában elragadtatásként szoktak fordítani, valójában egy
boldogsággal összefügg mentális intenzitást, extenzitást jelent, és ez betetőzi maga a transzcendentális boldogság, amit egyszerűen szukhának neveznek. Ez a buddhista sor. A hindu sor, ami az előbb említett szamádikhoz felvezető négyesség, de egyes felfogások szerint már ezek is szamádi formákat jelölnek, legalábbis előzetes értelemben vett szamádi formákat jelölnek. Ez a szintén a vitárkával kezdődik, ami a gondolkozással kapcsolatos, utána a vicsára következik. Ez követi az ánanda, vagyis a boldogság, és a végén az aszmita, vagyis a valóság. Vagyugság. Itt a buddhista sorozathoz képest a hindu négyesség esetében nem a boldogság kerül a sorozatoknak a végére, hanem a boldogság maga az mintegy a vagyugságban teljesedik ki, az aszmitában teljesedik ki. A jelenlegi előadásnak nem ez a témája, pusztán azért vetem fel, hogy lássuk azt, hogy maga a vicsára, ami a mai előadás voltak éppen itt témája, maga a vicsára az egy olyan önkutatás, ami a vitárka, vagyis a gondolkozásként fordítható szint felett áll. Átmá vicsára, vagyis önkutatás, az önvalóra irányuló kutatás, és bizonyos értelemben az önvalóból következő kutatás. Ez az út, amit közelebbről a mai előadás során mai nap meg kellene vizsgálnunk. Különös tekintettel arra, ahogy ezt a Maharsi tanította. Ahogy az átmávicsára az önkutatás nem korlátozódik a gondolkozásra, bár felöleli azt, és abból indít, ugyanúgy nem is egy pszichológiai önkutatásként értelmezendő. Nem egy abban az értelemben vett önvizsgálódás, ahogy ezt a pszichológia tanítja, vagy ahogy a pszichológusok az önvizsgálódást, az önvizsgálatot általában felfogják. Az átma vicsára, a röviden vicsára messze több pszichológiai önvizsgálódásnál, önvizsgálatnál. Vannak benne általános értelemben vett önkorrekciós elemek. Tehát vannak, hozzátartoznak olyan elemek, amelyek az ember egyes tetteinek a kijavításával kapcsolatosak, az ember bizonyos belső mozdulatainak, irányulásainak a kijavításával kapcsolatosak. Ilyen értelemben rokonítható a már jóval több alkalommal ezelőtt részletesebben tárgyalt niyamával és yamával. De míg a niyama és a yama minden fontossága ellenére azt lehet mondani, hogy egy általános befelé fordulást eredményez, addig maga az átmá vicsára, hogyha teljes mélységében és magasságában megértve végzik, akkor a yama és niyama által eredményezett befelé fordulásnál, önkorrekcióknál sokkal inkább az énre irányul, sokkal inkább az ént önmagában ragadja meg mindenféle pszichológiai, gondolati, etikai vonatkozásoktól függetlenebbül, mint a yama és a niyama. Az átmá vicsára célja szerint az ént, mint ént próbálja megragadni, külső körülményektől függetlenül és vonatkozásaitól függetlenül. Az ént önmagában az önvalót próbálja megragadni, az én lényegét próbálja megragadni. Tehát az önkutatás itt olyan értelemben vetődik fel, az ember nem a lelki énjét,
nem az emberileg magáról elképzelt énjét keresi és kutatja és próbál a felé orientálódni, hanem az önmagában vett ént, röviden az önvalót. Próbálja elérni, próbálja megismerni, próbál a felé fordulni, és ennek következtében elérni. Most így felvetve, az eddigi kontextusból úgy tűnhet, hogy az átmávicsára ez egy sajátosan keleti spirituális módszer, ami túlságosan távoli tőlünk, egzotikus, nehezen megragadható. Megpróbálnék visszautalni az előző előadásnak a témájára, mintegy nagyon röviden néhány mondatban felelevenítve azt, és ezen keresztül demonstrálni, hogy mennyire nem egy távoli, elérhetetlen és pusztán egzotikus módszerről van szó, hanem mennyire egy égetően fontos metódusról. Az előző előadás alkalmával 3 évvel ezelőtt az egzisztenciával, mint szellemi problémával próbáltunk foglalkozni. Az egzisztencia szellemi problémáját, az egzisztenciát, mint szellemi problémát megragadva, röviden az mondható, hogy az alapontológiai hármasság vonatkozásában, ami a lét, létezés és létező, az egzisztencia az pusztán egy olyan sajátos területet képvisel, amely a létezést és a létezőt öleli fel, és erőteljesen eltávolodik a léttől. Az egzisztencia egy olyan tartománya a létnek, amelyben a lét maga létezéssé, a létezés pedig sajátosan létezőkben merevedve, létezőként csökkenve valósul meg. Nem is egyszerűen a létezésnek a síkja, nem csak a léttől általában, hanem egy sajátos értelemben a létezésnek is egy olyan formáját képviseli, amely létezőként degradálódik, túlságosan szorosan függ össze létezőkkel. Ahogy a múltkor volt róla szó, itt létezők alatt nem csak emberi létezőket értünk, hanem különböző mentális koncepciókat, elgondolásokat, tudati tárgyakat is, olyan formációkat, mint például a munkahely is egy sajátos létező. Az is egy sajátos létező, hogy az ember az elmében felveti, hogy mit gondolnak róla, mások hogy vélekednek róla, mindezek hasonlóképpen létezőként ragadhatók meg. És ebben az értelemben értve az egzisztencia egy olyan léttartomány, amelyben a lét és a létezés túlságosan létezőköz kötődik. Így vetettük fel az egzisztencia problémáját. És felvetődik az a kérdés, fel kell vetődnie annak a kérdésnek, hogy én, egyes szám első szemében fogalmazva, én az egzisztencián vagyok-e? Azonos vagyok-e az egzisztenciámmal? Ezt mindenki felveteti magának, ezt a kérdést. Tovább menve ugyanezen a vonalon, én azonos vagyok-e a testemmel? Én vagyok-e az, ami látható? Azonos vagyok-e az, ami látható? Én a problémáim vagyok-e? Én a gondolataim vagyok-e? Én az érzéseim vagyok-e? Nagyon sok ilyen kérdés felvethető. De maradva az alapkérdésnél, én az egzisztencián vagyok-e? Nincs normális ember, aki azt mondaná, hogy én az egzisztencián vagyok. Abban a pillanatban, amikor ilyen kérdéseket felvetünk, abban a pillanatban egy nem tudatos módon, de érintkezünk az átmávicsárával. Érintkezünk az önkutatással, olyan metódust realizálunk az életünkben, öntudatlanul is, amely határos,
és szoros kapcsolatban áll az átmá vicsárával. Tehát az átmá vicsára nem egy távoli, ami nagyon elvont, megközelíthetetlen, egzotikus, pusztán Indiához, vagy Sri Ramana Maharshihoz kötődő módszer, hanem egy olyan módszer, ami kiállt azért, hogy foglalkozzanak vele, és amivel sajnos nem tudatos módon ugyan, de mindenki kapcsolatba kerül akkor, amikor önmagára irányuló kérdést teszt fel. Magának az átmávicsárának, az önkutatásnak, mint spirituális módszernek az alfája, kiinduló pontja, és ugyanakkor sajátos módon az összegzése is a ki vagyok én kérdés. Most ez a kérdés úgy nem érdekes, hogy magunktól eltávolítva vizsgáljuk, és mondjuk olyasmit gondolunk, hogy van az előadó, aki felteszi magára vonatkoztatva a kérdést, hogy ki vagyok én. Tehát ez így nem megközelíthető, és így nem kerülünk a probléma szívébe. Ezt a kérdést úgy kell feltenni, hogy ki vagyok én. Mindenkinek így kell feltenni. Én most itt nem a személyemről, meg nem magamról beszélek, személyes értelemben, hanem olyan dolgokról próbálok beszélni, amelyek legalábbis generális, de sokkal inkább univerzális érvényűek. Tehát az átmá vicsára kiinduló pontja, és ahogy említettem, egyszer, mint sajátos összegzése is, a ki vagyok én kérdés. Ez egy ősi kérdés, sok helyen megjelenik, mindenhol a művészetektől, a művészetek legkülönbözőbb formáiban például, de szellemi utakon is elég sokszor elhangzik, anélkül természetesen, hogy ezzel kapcsolatban spirituális metódust alakítottak volna ki, Sri Ramanához hasonlóan, vagy a hinduizmushoz hasonlóan. De ez a kérdés megjelenik, mert ez a kérdés az emberi lét legmélyebb kérdéseivel kapcsolatos, legmélyebb kérdéseire irányul, és egyszerűen, mint az emberi lét legmélyebb kérdéseinek egyike, hanem a legmélyebb kérdése. Az átmá vicsára ezt a kérdést használja indulópontként, és ennek a kérdésnek a körében marad meg az egész metódusa során, vagy az egész metódus gyakorlati alkalmazása során. Az önkutatás, mint módszer, nem Sri Ramana Maharshi egyéni találmánya. Megvannak a maga tradicionális gyökerei India körén belül elsődlegesen, de ahogy említettem, a világszerte mindenütt megjelenik. Mint spirituális módszer, mindenféleképpen India az, ahol a spirituális módszer és út szintjére lett emelve, de nem csak Sri Ramana Maharshi sajátja, hanem több helyt megjelenik Indiában. Tudomásom szerint az első említése Upanishadok béli. Az eredeti formája, az eredeti alakja a kérdésnek egy összevonás értelmében a koham. Ez nagyjából ki vagyok énnek a szanszkrit megfelelője, de a koham az a kifejezés, amit a szanszkritul erre használnak. Nyelvtanilag nem teljesen felel meg a magyar ki vagyok énnek, de nagyjából. Koham említése és módszerként nem csak említése, mert említésszerűen máshol is előfordulhat, de spirituális módszerkénti megjelenése, ez kétségtelenül az Upanishadokhoz kapcsolódik. De azt lehet mondani, hogy a Sri Ramana Maharshi által tanított átmá vicsára gyökerei nem csak egyszerűen az Upanishadokban nyúlnak, de az Upanishadokban már az átmá vicsára, mint módszer jelen van. Ott nem átmá vicsárának hívják, hanem átmá gyánának, de lényegében ugyanarról a módszerről van szó. Az Aitareja Upanishadban első fejezet, harmadik alfejezet, negyedik verszakban következő szerepel. Ha a szó szól, ha a szaglás szagol, a szem lát, a fül hal, a bőr tapint, az elme gondol,
a kilégzés lélegzik ki, és a hintag az, ami kilövel, akkor ki vagyok én. Most, hogy pontosan értsük ezt a szövegrészt, Julius Evolára kell visszautalnunk, aki több helyütt megemlíti, például a Felébredés doktrinája című nagyszerű könyvében is, az egyik legnagyszerűbb könyvében is, hogy nagyon sok esetben, amikor az ember azt gondolja magáról, hogy ő az, aki például gondolkozik, vagy ő az, aki észlel, és a szigorúbban megvizsgálja, akkor ez az általános kijelentés, hogy én vagyok az, aki gondolkozom, és én vagyok az, aki észlelek, én vagyok az, aki akarok. Ez korán sem ilyen bizonyos. És egy vizsgálódás következtében kiderül az, hogy tulajdonképpen a gondolat az, ami bennem gondol. Egy idegen akarat az, ami bennem akar, és nem én. Egy ilyen gondolati háttérrel kell értelmeznünk ezeket a sorokat is, újra felolvasom, saját fordításomban. Ha a szó szól, a szaglás szagol, a szem lát, a fül hal, a bőr tapint, az elme gondol, a kilégzés lélegzik ki, és a hintag az, ami kilövel, tehát mindez nem én vagyok, hanem ezek egyike, akkor ki vagyok én? Ez az az említés, ami tudomásom szerint az első az Upanishadokban. Majd ezt követi a Kaushitaki Upanishad 1/6. része, ahol Csítra tanítja Svétaketut, és elmesél neki egy történetet, amelyben az átman, az önvaló, aki már a halálon túljutott, és a Dévájánán jár, elérkezik Brahmanhoz, és Brahman így szól hozzá. És ki vagyok én? A valóság, válaszol az átma. És mi a valóság? Kérdezi a Brahman. Ez önvaló válasza. Ami az istenektől és az életerőktől különbözik, az a való. Ami az istenekkel és az életerőkkel azonos, az az, ami. Tehát ez utóbbi, ami az istenekkel és az életerőkkel azonos, ez nem a valóság, hanem a valóság az, ami az istenektől és az életerőktől különbözik. Ez maga a mindenség, és ez a mindenség, te vagy, ezt kell felelni. Most a ki vagyok én kérdésnek és a hozzá kapcsolódó metódus. A ki vagyok én kérdésnek a következő említése az Upanishadok után Shankaránál jelentkezik, aki, mint tudjuk, az Advaita Vedantának a legjelentősebb képviselője volt, bizonyos értelemben alapítója, bár voltak azért, akik megelőzték őt. De kétségtelen a legjelentősebb és legismertebb képviselője volt. Önállal jelenik meg újra a ki vagyok én oly formában, hogy nem csak egyszerűen egy említésről van szó, mint bizonyos költői művekben, hanem az említésnek a szövegkörnyezetéből egyértelműen láthatjuk azt, hogy az a metódus, amit a ki vagyok én elindít, vagyis az átmávicsára, az ezeknek az említéseknek a hátterében meg kellett, hogy legyen. Mohamudgára, vagyis a nagyjából a látszat megsemmisítéseként fordítható művében, Hetényi fordításában a következő szerepel. Kicsoda a feleséged, kicsoda fiad, mi különösek a világ útjai, ki vagy te, és honnan jöttél, elmélkedj mindezek felől, és tiszteld az istenséget. Most a Mohamudgáramot Vajragóvindaként is ismerik. Egy másik fordításban ez a versztok, ez a következőképpen néz ki, amit az előbb felolvastam. Ki a feleséged? Ki a fiad? Szerfeled csodálatos valóban ez a tapasztalási folyamat.
az a tapasztalási folyamat, ami az előbb említett kérdéseknek a hátterében végbe megy. Miből vagy? Ki vagy? Honnan jöttél? Ó, testvérem, gondolkodj erről, az igazságról itt. A Bacsa Govindának, vagy a Mahamud Gáránnak a későbbi részeiben, a 23. és a 26. versben Sankara a következőket írja. A feleségem fordításában. Ki vagy? Ki vagyok én? Honnan jöttem? Ki az anyám? Ki az apám? Eképpen vizsgálódva hagyd el az egész világot, mely egy álomhoz hasonló és lényeg nélküli. Hogy elhagyd a lágyat, a haragot, a kabzsiságot és a káprázatot, végezd önkutatást. Ki vagyok én? Hát ez az utóbbi említés teljesen egyértelműen rokonítható Sri Ramanának a módszerével és az átmá vicsárájával. Akkor is, annak ellenére is, hogy itt az önkutatás az az átmagyjána kifejezésnek a fordítása, tehát nem az átmá vicsárájé. Lényegében ugyanarról van szó. Szorosabban Sri Ramana féle átmá vicsárára összpontosítva, magát az átmá vicsárát is, magát az önkutatásnak az útját is, és egyszer, mint a hindu szentiratoknak a tanításait is, egy ilyen sajátos kérdés-felelet formájában összegezte gyakorlatilag négy szóban. Azt mondta, hogy ez a négy szó a maga egymáshoz való viszonylatában egyrészt összefoglalja a hindu szentiratokat, megragadja azoknak a lényegét, másrészt pontosan megadja az átmá vicsárának az útját is. Kóham, ki vagyok én? Déham. Déham-náham, itt a két szó egybe tartozik, a második és harmadik szó egybe tartozik. Ezek nem exakt szavak, ezek szó összevonások. Déham-náham, ez azt jelenti, hogy a test vagyok, nem én vagyok. Tehát az, amikor a testtel azonosítom magam, az nem én vagyok, értelmileg. Tehát kóham, kérdés, déham-náham. Test vagyok, nem én vagyok. És a végén egy ilyen felkiáltásszerű, sóham, síva vagyok. Vagy ő vagyok, az vagyok. Sri Ramana azt mondta, hogy ez a négy szó, a maga együttesében, a maga összefüggéseivel együtt, pontosan megadja, hogy mit jelent az önkutatás, miben áll az átmá vicsárának a lényege. Ezek szerint ki vagyok én kérdésnek, kérdés feltevése után, és maga ki vagyok én kérdés feltevés arra irányul, hogy az ember belássa, hogy nem a teste, hogy nem a testi világ, hogy nem mindaz, amiben a testtel szimbolizált korlátozottság megjelenik, hanem ezzel szemben a végső, az abszolútum, amit Sivával vagy más értelmezésben az azzal, az ővel fejeznek ki. Az önkutatás azzal indul, hogy az ember a ki vagyok én kérdést felteszi. Ki vagyok én kérdést abban a helyzetben, amikor már fel tudja tenni, azért teszi fel, hogy elszakadjon attól a helyzettől, amiben van. Ezt próbálná kifejezni a déhámnál. A test vagyok, nem én vagyok. A test nem én vagyok. Ahol és amikor ezt fel tudja tenni, önként és spontán és teljes őszintességgel,
és valóban, és az egész lényét ebbe a kérdésbe tömörítve, és nem csak doktrinér módon és okoskodva, hanem egész lényét ebbe a kérdésbe tömörítve, akkor ennek a kérdésnek a feltevésének a pillanatában kiszakad abból a világból, amiben ezt a kérdést feltette. És ez a kérdés, ez arra irányul, hogy saját magát ne a korlátozva, a testtel szimbolizált korlátozottsággal azonosítsa, hanem a Brahmannal, úgyhogy ne legyünk naiv realisták, a Brahmannal szimbolizált korlátlansággal és abszolúttal. Egyfajta megközelítésben Sri Ramana Maharshi így összegezte az átmávicsárát. De mindenképpen azt mondta, hogy ez az összegzés, ez mivel egyszer és egyféle, nem teljesen kielégítő, azt mondta, hogy ez a négy összefüggés feltár valamit az átmávicsára lényegéből, sőt jól feltárja annak a lényegét. Sóhan. Síva vagyok, vagy ő vagyok. Én nem becsülöm nagyon nagyra a Ramana Maharshivel kapcsolatos Posthumus könyvkiadást, és azokat a könyveket, amiket róla, vele kapcsolatban a tanításairól Posthumus írtak. Ezek nagyon fontosak, ezek a könyvek abban az értelemben, hogy ezekből tudhatunk egyáltalán bármit róla. A saját könyvei után, természetesen, ugye saját neve alatt megjelent munkák után. Ilyen értelemben fontosak, de nem igazán kiemelkedőek. Tehát egy európai intellektus elképzelhető, hogy sokkal jobbakat tudott volna ezekhez az indiai munkákhoz képest írni. Van viszont egy könyv, aminél bár mentálisan talán egy európai képzett intellektus jobbat tudott volna írni, az sem lett volna jobb. És ez Sri Sadhuomnak a könyve, az eredetileg tamil nyelvű, elhoztam lélek, hogy felmutassam, nincs vele más célom. Eredetileg tamil nyelvű, három kötet, ami angolul két kötetben jelent meg, és az első kötet gyakorlatilag csak az átmávicsárával foglalkozik, csak a vicsárával foglalkozik. Ez a legjelentősebb könyv, amit az átmávicsáráról, a Sri Ramana által tanított átmávicsáráról írtak. Nem foglalkozik az átmávicsára korábbi előzményével, hinduizmuson belüli korábbi megjelenési formáival, amiket az előbb röviden említettem. A Maharshi által tanított átmávicsára értelmezése tekintetében a messze a legjelentősebb mű. Ő azt mondja, hogy az átmávicsára nem összegezhető a sóhámban. Magyarán az átmávicsárának nem tekinthetjük azt a lényegét, az átmávicsárának nem az a lényege, nem tekinthetjük azt a lényegeként, hogy ez ahhoz vezet bennünket, hogy a végső azonos, hogy ez a kérdés pusztán ahhoz vezet bennünket, a ki vagyok én kérdés pusztán ahhoz vezet bennünket, hogy a végső azonosságot belássuk. Ő úgy fogalmaz, hogy az önkutatás az nem sóhán bávána, vagyis nem az én ő vagyok, vagy az én síva vagyokkal kapcsolatos meditáció. Tehát Sri Sadhuom állítása szerint a Maharshi nem kizárólag azzal a célzattal tanította az önkutatást, hogy az ember az abszolút azonosságot belássa önnön önmaga és az abszolútunk között. Szerinte az önkutatás, az átmávicsára célja nem az abszolút azonossággal, abszolút azonossággal, végső azonossággal kapcsolatos meditáció. Meggyőződésem, hogy ez igaz. Meggyőződésem, hogy a
az átmavicsára mélyebb, és az önkutatás, mint spirituális módszer, úgy, ahogy ezt Sri Rámana tanította, valóban több Sohan Bhavananál és a végső azonossággal kapcsolatos meditációnál. Ennek ellenére egy percig nem tagadható, hogy az önkutatás és így az azt elindító ki vagyok én kérdés is kapcsolatos a végső azonossággal. Nézzük meg újra néhány szöveget. Takács fordításában a Brihadaranyaka Upanishad első fejezet, negyedik alfejezet, tizedik verszak, tizedik rész. Kezdetben a világ a Brahman volt egyedül. Csak magáról tudott. Azt tudta csak, a Brahman vagyok. A mindenségé így változott. És amelyik Isten felismerte ezt, az is a mindenségé vált. Éppen így a bölcsek, éppen így az emberek. Ezt látta meg Vámadéva bölcs, amikor így kiáltott. Manu voltam egykoron, a nap voltam egykoron. Ma is így van ez. Ha valaki felismeri, a Brahman vagyok, az a mindenségé válik. És még az istenek sem tudják meggátolni ebben, mert ő a lelke azoknak, mármint az isteneknek. Itt csak nagyon röviden visszautalnék a korábbi szövegre, amelyben az állt, hogy úgy adja meg a valóságnak, vagyis a szatyámnak a jelentését, hogy az, ami az istenekkel, az istenektől és az életerőktől különbözik. Tehát azt szokjuk meg, hogy indiai szövegekben, hogyha az istenekkel kapcsolatban valamiféle kritikai összefüggés jelenik meg, akkor ez nem egy istentelenségből fakad, hanem abból, hogy a tradicionális hinduizmus a maga eredeti formájában, és sajnos azt kell mondanunk, hogy régen erőteljesen egy olyan pozícióra törekedett, ami istenek feletti, és az istenek világán túl jó volt. Ez ma sajnos már egyre kevésbé jellemző. Akkor egy másik részben, szintén a Brihadaranyaka Upanishadnál maradva, a Jajnavalkja Janaka királynak egy helyütt a következőket mondja. Amikor tudja, Isten vagyok, a király vagyok, a mindenség vagyok, hát ez az ő legmagasabb világa. Tehát az az állapot, amiben ezt tudja, Isten vagyok, király vagyok, a mindenség vagyok. Egy másik rész, szintén még a Brihadaranyakánál maradva, ugyancsak jelzsnye valaki a Janaka királynak, aki a lelket megismeri és tudja, én vagyok az, miért is akarna ebbe a beteg testbe visszakerülni. A lélek itt az átma fordítása. Tehát aki, amikor megismeri az átmát, és azt és tudja, hogy ő, hogy én vagyok az, miért is akarna a beteg testbe visszakerülni. Csándógya Upanishad első fejezet, második alfejezet, 21. szakasz. Én vagyok a mindenség. Ennek a tudatnak szentelődni, ez az ő fogadalma. Ez az ő fogadalma. A Dásasloki, vagyis a 10 vers szak című Sankarácsárja mű, benne ez áll. Sem föld, sem víz, sem tűz, sem levegő, sem éter, sem érzékszer, sem ezek összessége nem vagyok, mert ezek állandótlanok. Az az egy, ami a mély alvásban megalapozott, ez az isteni abszolút vagyok. Sem fent, sem lent, sem bent, sem kint, sem középen, sem keresztben, sem keleti, sem nyugati irányban nem vagyok. Mivel, hogy mindent átható vagyok, mint az éter. A természet által oszthatatlan vagyok. Ez az isteni abszolút vagyok. Sem tanító, sem tanítvány.
sem szentirat, sem instrukció, sem te, sem az univerzum nem vagyok. Az egyetlen természetének tudatossága nem tűr alternatívát, és tőle különböző. Ez az isteni abszolút vagyok. Sem az ébrenléti állapot, sem az álom állapot, sem a mély alvás nem származik tőlem, sem a mindenség, sem az álom, sem a mély alvás nem én vagyok. Mivel a három a tudatlanság természete, így hát a negyedik vagyok. Ez az isteni abszolút vagyok. Most ezeket a részleteket azért olvastam fel, hogy bár Sri Sadhum teljes joggal erőteljesen hangsúlyozza azt, hogy a ki vagyok én kérdés, és ilyen értelemben az átmávicsára egésze nem írható le pusztán a sóhámmal, vagyis az isteni azonosság mondatával, egyik mondatával. Ennek ellenére egészen nyilvánvaló kell, hogy legyen számunkra az a tény, hogy ki vagyok én kérdés alapvetően ennek a végső azonosságnak a megtapasztalására irányul. Azért teszi fel ezt, az ember, ezt a kérdést az ember, hogy végül is megfelelő önáttélés következtében eljusson oda, hogy semmi másban nem ismeri fel saját magát, mint a Brahmanban, az abszolútban. Ez a ki vagyok én kérdés feltevésének a célja, és ez az átmávicsárának a célja is. Ugyanakkor, és ez az, amiben mindezek mellett igazat kell nekünk, neki szádulónak adnunk, az átmávicsára, mint út, mint metódus, pusztán ezzel nem írható le. Ha az ember azért teszi fel a ki vagyok én kérdést, hogy azt tudja mondani, hogy én az abszolút vagyok, hogy látni ennek megfelelőt. Ha csak azért teszi fel, hogy ezt mondja, akkor nincs megértve. Sem ennek a kérdésnek a helyes feltevése, helyes feltevésének a miértje, sem maga az átmávicsára. Azon túl, hogy ennek a kérdésnek a célja végül is az, hogy az ember önmagát ne egzisztenciális ényében és ne testi ényében azonosítsa, és ne korlátozza a látható világra, hanem az abszolútummal és a korláttalan azonosítsa. Ezen túlmenően, hogy ezen kívül az átmavicsárának vannak speciális céljai. Az átmavicsára nem csak egy állító út, nem csak a végső igazságokat elővételező és azok állítását igenlő út, hanem az átmavicsára egy tagadó út is. Tehát nem csak egy via affirmatíva, hanem egy via negációnis is. Nem csak egy via eminencié, hanem egy via negatíva is. Nevezetesen nem csak a végső igazságokat próbálja állítani, akarja állítani, hanem el akarja távolítani a negatívumokat. Utaltam már rá, de újra elmondom, talán elsikkadt, vagy nem hangsúlyoztam eléggé. Amikor ezt a kérdést felteszi az ember, lénye egészét erre a kérdésre összpontosítva, ki vagyok én, megszűnik a világ. Megszűnik abban az értelemben, hogy az ellenelkedés elkezdődik. Hogyha megnézzük újra egy már felolvasott szövegünket, Shankaracharya, Bhaja Govinda 23. vers, akkor alátámasztja mindazt, amit mondok.
ki vagy, ki vagyok én, honnan jöttem, ki az anyám, ki az apám, itt nem a fizikai szülőkről van szó. Eképpen vizsgálódva hagyd el az egész világot. Másik rész, 26. verszak, hogy elhagyd a vágyat, a haragot, a kapzsiságot és a káprázatot, végezd önkutatást, átmagy nyelvát. Ki vagyok én, Kóhan. Tehát túl azon, hogy a ki vagyok én kérdés és az átmavicsára egésze az abszolút önazonossághoz vezet, emellett, nem túl azon, emellett az átmavicsára a tagadás útja is. Hiszen abban a pillanatban, amikor az ember felteszi azt a kérdést, hogy ki vagyok én, abban a pillanatban el tud válni a világtól. Abban a pillanatban a horizontalitástól a középpont felé fordul, a perifériától a középpont felé fordul. Kizárja a perifériát és a lényegre irányul. Ezért teljesen igaza volt szádulomnak, amikor azt mondta, hogy az átmavicsára nem soha bávalna. Mert az átmavicsára via negatíva is. Minden pillanatban, amikor a ki vagyok én kérdést feltesszük, elválunk dolgoktól. Paul Branton, aki a Ramana Maharshi tanításainak és a személyének is a népszerűsítője volt a nyugati világban, és emiatt bizonyos tisztelet azért megilleti, elkövetett nagyon nagy hibákat a tanításaival kapcsolatos interpretációi során. Ezek között a hibák között talán a legkiemelkedőbb az, hogy bizonyos helyeken úgy fogalmaz, hogy ki vagyok én kérdés feltevése azért történik, hogy az ember valamiféle választ kapjon rá valahonnan. Ez egy hülyeség. Tehát semmiféle választ soha nem fog az ember elkapni se onnan, és hogyha kap, akkor az még rosszabb neki. Tehát ennek a kérdésnek a megválaszolását abban a kontextusban kell elgondolni, hogy ez nem egy, ahogy ez nem is egy közönséges kérdés, nem kíváncsiságból teszi fel az ember, hanem az előbb említett elszakadás értelmében. Abban az értelemben nincs is rá közönséges válasz, és ha nem a ráadandó kvázi választ, vagy átvitt értelembe vett választ, abban a kontextusban kell elképzelni, amit a Maharshi az említett négy kifejezésben adott meg. A négy kifejezés összefüggési rendszerében adott meg. Ki vagyok én, a test vagyok, nem én vagyok, én az vagyok. Tehát a válasz az egyszerűen, mint magában a kérdés feltevésben rejlik, abban az értelemben, hogy amikor az ember ezt a kérdést felteszi, elszakad. Elszakad attól, amitől el akar szakadni. Végül is mindentől elszakadhat, hogy jól teszi fel. Másrészt magával a soánmal, az abszolút azonossággal kapcsolatos. A válasz, ami erre adandó, vagy adatik, de ez nem egy kívülről jövő válasz, hanem ez eleve, amikor feltesszük a kérdést, tudjuk, hogy ez a válasz. Csak itt óriási különbség van, mentális tudás, elmebeli, racionális és gondolati tudás, és lényünk egészét átható tudás között. Tehát az, hogy valaki egyből a ki vagyok én kérdésre fejben, kapásból rávágja, hogy hát én az vagyok. Hát, hogy hallott néhány dolgot, szólipszizmusról, meg egyebekről. Tehát ez még nem fogja az egész lényét átalakítani. Ezt a kérdést azért úgy kell feltenni, hogy az ember az elmondottaknak megfelelően tudja, hogy alapvetően mire a válasz, tudja, hogy a kérdés mitől, mi mindenből szakítja el. És hogyha valóban őszinte volt a kérdés, valóban el akart szakadni, és a válasz valóban nem mentális, valóban nem pusztán gondolat és az egész lényét áthatja, akkor ez a válasz, ez tényleg
valódi válasz, valóban egész lényét átalakító válasz. És egészen közhelyszerű, de azért el kell mondanunk, mert dolgunk hozzátartozik ehhez a témakörhez. Az önkutatás alapkérdése és az önkutatás egészét összegző ki vagyok én kérdés, nem egy mantra. Tehát ez közhely, de mondjuk el újra, ez nem egy mantra. Nem meggyőződés nélkül ismételgetni kell. És ismételjük meg azt, amit már elmondtunk, hogy nem egy olyan kérdés, ami a szó közönséges értelmében válaszra vár. Ezeket nagyon fontos tudni vele kapcsolatban. Alap dolog. Ezt tudjuk, ezt követően jött a jobb megértés. Fontos tudni, hogy amikor ezt a kérdést feltesszük, eleve tudjuk azt, hogy az, hogy képesek vagyunk feltenni, az egy megcsömörlöttséget foglal magában a nemintől. Egy megcsömörlöttséget foglal magában azzal a helyzettel kapcsolatban, amelyben képesek vagyunk feltenni. Tehát amikor ezt a kérdést feltesszük, akkor azért tesszük fel, hogy attól az adott helyzettől, amiben vagyunk, vagy amiben kerülünk, vagy elszakadjunk. Már magának a kérdésnek a feltevésekor teljes tudatosságnak kell megjelennie, teljesen tudatába kell lennie annak az embernek, hogy ezt az elszakadás értelmében teszi fel. Elege volt a perifériából, elege volt a horizontból, újra saját magára akarja figyelmét irányítani. Ezért teszi fel ezt a kérdést. Hogyha ezt tudja, akkor már nem is akarjuk erre közönséges választ. És ez a kérdés feltevés minél erőteljesebb, és minél inkább így valósul meg, ahogy elmondtam, annál inkább az lesz rá a válasz, ami a végső azonossággal kapcsolatos. Egyre inkább csak úgy tudja megválaszolni ezt a kérdést az ember, hogy az abszolútummal kapcsolatos válaszokat adja rá. Mert az összes többi válasz nem elégíti ki, arra is azt fogja mondani, hogy nem én vagyok. Azokban a helyzetekben is újra, amikor azok a helyzetek, amiket korábban válaszként erre a kérdésre adott előállnak, azokban a helyzetekben is újra fel fogja tenni ezt a kérdést, mert nem elégítik ki azok a helyzetek. És végül is erre a kérdésre valóban csak az abszolútummal kapcsolatos válasz adható, és csak a végső azonossággal kapcsolatos válasz adható, és ennek a végső azonosságnak az érdekében van a kérdés feltéve. De nem egy olyan értelemben megvalósított végső azonosságé, ami lényegében áll végső azonosság, nevezetesen, hogy az ember mantrázgatja magában, hogy én az abszolútum vagyok, én az abszolútum vagyok, stb. És ennek a megfelelői, Hindu megfelelői, Shiva vagyok, az vagyok, én magam Brahma vagyok. Ezeket a dolgokat nem mantrázni kell, és nem mechanikusan ismételni, hanem ezeket a dolgokat át kell élni. Ezt nem tudom jobban megvilágítani, ezt a kérdéskört. Ezeket át kell élni. Az ismétlés, ami a mantrának alapsajátossága, ez néha segíthet. És ebből a célból nem árt ismételni néha. De önmagában az ismétlés elégtelen. Az ismétlésnek is pontosan az a lényege, hogy az embert valami olyan lényegi átéléshez vezeti, ami messze túl van az ismétlésen magán. Tehát a ki vagyok én, mint kérdés sem mantra, az átmávicsára ki vagyok én, mint kérdés sem mantra, és a ráadandó válaszokat sem mantrázni kell. Van néhány hely egyébként, amikor a Maharshi azt mondja, hogy aki erre a kérdésre választ vár, az rosszul tette fel a kérdést. Bármilyen válasz, tehát erre még a végső azonosság válaszát se kell adni. Annak az embernek, aki tudja, hogy milyennek a kérdésnek az értelme, annak az embernek nem az a célja, hogy erre választ kapjunk.
az már eleve a végső azonosság tudatában teszi fel a kérdést, azért, hogy bizonyos dolgoktól elszakadjon, ahogy már mondtam volna. Az előadást azzal kezdtem, hogy ahogy ezt a feleleveni, vagy a megemlített buddhista és hindu négyesség is mutatta, a vitárka vicsára, Iriti Szúkha buddhista négyessége, illetve a vitárka vicsára Ananda Asmita hindu négyessége is mutatta, maga a vicsára vitárka felett. Tehát az elemző, analitikus gondolkozás feletti út. Ez a tény eleve egy olyan szó, ami ezt foglalja magában. Ez a tény nem jelenti azt, hogy az önkutatás teljesen mentes a gondolkozástól. Ahhoz, hogy az ember belássa azt, hogy sem föld, sem víz, sem tűz, sem levegő, sem éter, sem érzékszer, sem ezek összessége nem vagyok, mert ezek állandótlanok. Hogy csak egy idézet. Hogy ezt belássa az ember, ezt gondolkozni kell. Nem ügyességekről, nem fontos dolgokról gondolkozni kell. Az átma vicsára az első szakaszban mindenféleképpen gondolkozással kapcsolatos út. A kezdeti szakaszban az önkutatás gondolkozáshoz kapcsolódik. Ugyanúgy, ahogy kezdetben a ki vagyok én kérdést kimondva kell feltenni. De nem hangosan, hanem belsőleg, mentálisan kimondva, belsőleg artikulálva, teljesen meg kell lennie, kimondva kell lennie, ki vagyok én, nem hangosan, ez lényegtelen, hogy az ember hangosan mondja ki, inkább arra koncentrálni, hogy belsőleg ez ki legyen mondva. Ahogy először ennek konkrétan kimondva meg kell lennie mentálisan, ugyanúgy kezdetben ehhez gondolatok társulnak. Tehát azt lehet mondani, hogy az átma vicsára első fázisban egy bár alapvetően nem gondolkozásra irányuló út, hanem azon túlmutató út, mégis gondolkozáshoz kapcsolatos. Ahhoz, hogy belássuk, mik nem vagyunk. Ahhoz, hogy belássuk, miféle azonosságok lehetségesek. Ahhoz, hogy belássuk, mi az, hogy állandóság, mi az, hogy múlandóság. Hogy milyen viszonyt alakítsunk ki az állandósággal és a múlandósághoz, mindezek is azt mondom, hogy sokáig lehet sorolni, mindezekhez gondolkozni kell tudni. Az átma vicsára kezdetben egy bensőleg kimondott konkrét kérdésfeltevéssel indul, amelyet azt követően gondolkozás kísér sokáig. Később, ez nagyon nehéz érzékeltetni, de később ahhoz, hogy az átma vicsára fennálljon, nem kell konkrétan artikulálódni bensőleg sem a ki vagyok én kérdésnek. Ami nehéz ezzel kapcsolatban érzékeltetni az, hogy nem tudom, hogy el tudnak-e képzelni olyan létmódot, amelyben annak ellenére, hogy nem mondja ki valaki a dolgokat, vagy nem gondolja verbálisan mentálisan artikulálva a dolgokat, annak ellenére azok benne vannak. Annak ellenére, hogy nem mondja ki mentálisan sem azt, hogy ki vagyok én, mégis a léte olyan, hogy a kérdés feltevés jegyében áll. Nem tudom, hogy ezt el tudnak egy ilyen létmódot gondolni, de kötelességem elmondani, hogy ez a tovább lépés. Amikor már nem kényszerül az ember arra, hogy mentálisan, konkrétan végig gondolja a dolgokat, konkrétan kimondja azt, hogy ki vagyok én bensőleg, hanem annak a jegyében van állítva az élete, például az érzésvilága, hogy meg tud benne jelenni a ki vagyok én, vagy jelen van benne a ki vagyok én kérdés, anélkül, hogy ez artikulálva lenne. Olyan irányban van az akarata beállítva, hogy abban a ki vagyok én kérdésnek megfelelő szellemi tendenciák, szellemi
irányulás tovább él. A következő fázisban konkrét kérdés artikulálás és gondolkozással végrehajtott önkutatást át kell alakítani olyan formává, hogy ne csak abban az esetben álljon fenn, amikor az ember gondolatilag kigondolja azt, hogy ki vagyok én, vagy gondolatilag végig gondolja. Nem csak olyan az erre adandó válasz, képletes értelemben vett válasz, az ne gondolatok formájában jelenjen meg, hanem legyen meg az érzésében is, legyen meg az akarásában is. Ne kötődjön az átmagicsára, magához a gondolatokhoz. Persze azt, hogy valami gondolkozás felettük, hogy valami konkrét gondolatok nélkül is megvan, hogy az embernek az önazonossága nem csak akkor áll fenn, amikor arra gondol, ezt gondolatokban is kifejezésre kell tudni juttatni. Tehát nincs olyan gondolatokon felülemelkedettség, ami nem képes magát gondolatokban kifejezni. Úgyhogy megint a gondolkozás az, amivel tulajdonképpen a magasabb fokozatok esetében is valamilyen módon kontrollálni tudjuk magunkat. De a cél mindenféleképpen az, hogy maga az átmavicsára, maga az önkutatás ne csak akkor álljon fenn, amikor gondolkozunk. Befejezésként újra felolvasnám néhány idézetet. Végszóként. Ha a szó szól, ha a szagolás szagol, ha a szem lát, ha a fül hall, a bőr tapint, az elme gondol, a kilégzés lélegez ki, és a hintag az, ami kilövel, akkor ki vagyok én? Miből vagy? Ki vagy? Honnan jöttél? Ó testvérem, gondolkodj erről az igazságról itt. Ki vagy? Ki vagyok én? Honnan jöttem? Ki az anyám? Ki az apám? Eképpen vizsgálódva hagyd el az egész világot, mely egy álomhoz hasonló és lényeg nélküli. Hagyd el a vágyat, a haragot, a kapzsiságot és a káprázatot. Végezz önkutatást. Ki vagyok én? Én vagyok a mindenség, ennek a tudatnak szentelődni, ez az ő fogadalma, ez az ő fogadalma. Köszönöm a figyelmet.